Zenta városa lovasszobrot akart állítani Szavolyai Jenőnek, de Ferenc József elvitette a szobrot Budára. Az 1697-es Zentai diadal 200. évfordulója alkalmából Zenta városa lovasszobrot kívánt emelni Szavolyai Jenőnek. Noha a város nem sajnálta a pénzt, nem gyűlt össze a Róna József által megformált alkotásnak az ára. Amikor 1896-ban Ferenc József Zentára látogatott, Róna visszaemlékezése szerint ezt mondta, én megveszem az emlékművet, de magamnak. És a zentaiak nézhetik a dolgukat. A fukarok, így került a szobor a budai várba, ahol ma is megtekinthető,